rendszer, az immunrendszerünk része, a legfőbb feladata az, hogy a fertőzések és a betegségek, köztük a daganatos megbetegedések elleni védelem. A nyirokrendszer a vérkeringéshez hasonlóan és erekből áll, ezekben az úgynevezett nyirokerekben egy folyadék, vagyis a limfakering. Nagyon sokszor különböző daganatos megbetegedések után nyirokkeringési problémákat, pangásokat, illetve daganatokat vesznek észre. A legfontosabb, talán legszembetűnőbb betegségek a Hodgkin és a non-Hodgkin limfóma. Ez az akadémikus orvoslás álláspontja. Nagyon fontos tudni azt is, hogy mindenütt a testünkben vannak nyirokcsomók, amelyek a testünk fontos védelmi rendszerének részét képezik. De mi is az a nyirokrendszer? Mi építi fel, milyen megbetegedéseket, milyen biológiai különprogramokat, értelmes biológiai különprogramokat tart ez tart a germán gyógytudomány erről. Fogadják szeretettel a nyirokrendszer és a LÉP értelmes biológiai különprogramjairól szóló előadást. Karesz, tiéd a szó. Köszönöm szépen Rékának ezt a részletes bevezetőt, és remélhetőleg továbbra is jó hallható minden, amit mondok. A nyirokérrendszer és a LÉP értelmes biológiai programjairól azért kell beszélni, mert vannak olyan ismeretek, amelyek tényleg helytállóak, és vannak helyre igazításra váró, mondjam úgy, hogy információk is. A értelmes biológiai program fogalmát dr. Rike Gerdhammer vezette be az orvostudományba. Ő, aki a germán gyógytudomány atya, 1981-ben tette le a rák vastörvénye című felfedezését, akkor még nem tudta, hogy öt biológiai természettörvényt fog felfedezni. Az előzmények röviden arról szóltak, hogy a fiát elvesztette 19 műtét után, 111 napi küzdelem után a fia karjai közt halt meg, és két hónap múlva Hammer doktornak egy heredaganata keletkezett, és úgy gondolta, hogy van kapcsolat a fia halála és az ő heredaganata között, és ezért a daganatos betegeket újra kikérdezve jött rá a rák vastörvényére, az első biológiai természettörvényre. Felhívom a figyelmet, hogy az öt biológiai természettörvényről részletes előadás hallható, érhető el a weblapon, és itt csak tényleg a legfontosabb dolgokra szorítkoznék, ami szükséges a megértéshez azok számára is, akik esetleg az öt biológiai természettörvényről még nem hallottak. Tehát röviden, tömören miről is van szó? Egy olyan érzelmi megrázkódtatásról van szó, ami nagyon súlyos, váratlan, meglepetésszerű történet, és benne maradunk a konfliktusban. Ez az egész lelki megrázkódtatás, érzelmi megdöbbenés az agy közvetítésével fog szervi szintű elváltozást okozni. Viszont nem tartoznak ide a balesetek, a hiányos táplálkozás okozta megbetegedések vagy mérgezések, esetleg sugár ártalmak vagy egyéb külső ártalmak. A lelki megrázkódtatás tehát az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el, és ezt Hammer doktor egy tudományos táblázatba foglalta össze, ahol hajszálpontos választ kapunk arra, hogy a szervi elváltozásnak hol van az agyi lenyomata a koponya CT-n, amit natív koponya CT-ről beszélünk, és nem kontrasztanyaggal végzett koponya CT-ről, és ezt az egészet milyen lelki megrázkódtatás indította el. Ebben a lélek agyszervtengelyben a megoldás is ott van, hisz ha a
biológiai programot elindító lelki megrázkódtatást megtaláljuk, és lelkileg megoldja a páciens, érzelmileg el tudja engedni, akkor, és csak is akkor fognak eltűnni azok az úgynevezett sinek, amelyek rögzülnek a konfliktus pillanatában. Mondhatnám, minden érzékszervünkkel rögzítjük a megdöbbenés pillanatában azt, hogy a környezetünkben mi van, illetve még azt is, hogy mit emésztünk. Ezek után, ha nincs feloldva a konfliktus, ezek után elindul az értelmes biológiai különprogram, akkor is, ha már csak a konfliktusra emlékeztető körülmények közé kerülünk. Ez a krónikus betegségeknek a lényege. Ezért leszünk krónikus betegek, mert nincs megoldva a konfliktus. Az egyetlen valóság viszont a páciensnek a megélése. Nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy a történet kapcsán ő mit élt át. Természetesen az érzelmi tartalomra rákérdezve a beteg el fogja tudni mondani a történetet és annak körülményeit, és ez kell ahhoz, hogy valójában eljussunk a megoldáshoz. A második biológiai természettörvény arról szól, hogy minden ilyen értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik, van egy konfliktus aktív szakasza, és van egy megoldási szakasza. A konfliktus aktív szakaszt a DHS indítja el, ami a Dirkheimer szindrómának a rövidítése, vagyis azok az ismérvek, amelyeket elmondtam az imént, hogy váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, amiben benne ragadunk. Tehát ezek a kritériumok, ha megvannak, akkor DHS-ről beszélünk, és ez fogja elindítani a konfliktus aktív szakaszt, ami pontosan addig tart, míg el nem jutunk a megoldáshoz. A KM a konfliktus megoldását jelenti. Illetve jelenti azt is, amikor gyakorlatilag egy másik élethelyzetbe kerülve ezt a programot átviszük a megoldásba, tehát nem egy tudatos megoldásról van szó, csak éppen lekerültünk a sinekről, lekerültünk a körülményekről, és akkor a szervezetünk elindítja a megoldási szakaszt. Ez van akkor, ha mondjuk az emberek elmennek szabadságra, és lebetegszenek. Mert lekerülnek az otthoni, a munkahelyi sinekről, és az új körülmények közt a biológia beindítja a megoldást, hiszen nem találkozik olyan emlékeztető körülményekkel egy új helyen valaki, ahol még mindig a konfliktus aktív szakasz állna fel. De amint mondtam, az igazi megoldást azt jelenti, ha az érzelmileg elindított programot érzelmileg zárjuk le. Ez a program egy mozgással kapcsolatos konfliktus volt, akkor a megoldás kellős közepén az epileptoid krízisben epilepsziás görcsroham lesz a biológiai válasz. Minden biológiai programnak van a megoldásban epileptoid krízise, de az epilepsziás roham az a haráncsikolt izmoknak a tónusos-klónusos összehúzódására vonatkozik, eszméletvesztéssel, ha grandmal epilepsziáról beszélünk. A megoldási szakaszban, amint látjuk, piros színnel jelölve, két részt is találunk, egy úgynevezett exudatív és egy hegesedési fázist. Ez azért van, mert a megoldási szakaszt az epileptoid krízis két részre osztja. Nem véletlen a színeknek a használata, a kék szín a hideg fázist, a piros szín a meleg fázist szemlélteti. És mindjárt megértjük, ha a beteg tüneteire koncentrálunk, hiszen minden esetben, amikor még konfliktus aktív szakaszban vagyunk, akkor hideg a kezünk, hideg a lábunk. Feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, nem tudunk elaludni, vagy ha el is alszunk, fölébredünk álmunkból. Emelkedik a vérnyomás, a légzésszám, és ha ez sokáig tart, akkor a stressz hormonoknak a szintje is megemelkedik. Az étvágy csökken, és az ember elkezd fogyni. Amikor megoldásba jutunk, akkor kezdődik a meleg fázis. Az exudatív annyit jelent, hogy víz tározódik be a gyógyuló szerv szintjén, de ugyanakkor az agyi relében is ez fokozza
ez fogja okozni a fokozott fejfájást. A meleg gyulladásos tünetek, ugye a pirosság, a duzzanat, a melegség és a fájdalom, ezek mind jelen lesznek a gyógyulási szakaszban. És milyen érdekes, ugye ilyenkor fordulunk orvoshoz, mert nem tudjuk, hogy mi a bajunk, szenvedünk. Pedig éppen gyógyulásban vagyunk, és annyit kellene tennünk, hogy támogassuk a szervezetünket a gyógyulásban. Tehát, ha egy ízületi problémáról van szó, akkor tudjuk, hogy ennek a fájdalomnak értelme és vége van. Természetesen az epileptoid krízisben el fog tűnni a fájdalom az esetek 85-90%-ában, és újra fog jelentkezni a hegesedési fázisban. A hegesedési fázisban extrém fáradtságot fogunk megélni, tényleg szükségünk lehet más emberek segítségére, és ekkor történik meg a víznek a kipréselése, az epileptoid krízissel kezdődik, és itt ér véget, rengeteg lesz a vizeletünk, megszűnik a fejfájásunk, nagyon fáradtak leszünk, és végre eljutunk a várva várt megoldás végére. A tünetek tehát mindig mások és mások lesznek annak függvényében, hogy milyen szervekről beszélünk. De hát még csak a tünetekről beszéltünk, és nem értjük, hogy miért van az, hogy nem múlnak el ezek a programok, hiszen ez ilyen szépen zajlik le, akkor miért maradunk krónikus betegek? Azért, mert el se jutunk a feladat, vagyis a konfliktusnak a felderítéséhez, el se jutunk a megoldásához. Mint látjuk ezen az ábrán, a megoldási szakasz nem érkezett meg. Ez nagyon veszélyes, mert a biológiánkat teljesen kimeríti, és a konfliktust mindenképpen oldani kell. De hát mondtam, hogy a megváltozott körülmények között már beindul a gyógyulás, és akkor, ha ki is fut ez az egész rendszer, az egész biológiai program, akkor fog újra elindulni, ha ismét sínre kerülünk. Ezt a visszatérő, recidiváló lefolyást policiklikus lefolyásnak nevezte Hammer doktor. Itt az jellemző, hogy a gyulladásos tünetek újra meg újra megjelennek. Ezeket fogjuk a medicinában recidiváknak nevezni, amelyeket tünetmentes időszakok fognak kitölteni. Aztán van a függő gyógyulás, aminek az a lényege, hogy ugyan belementünk a megoldásba, de amint látjuk, még az epileptoid krízisig sem jutottunk el, mert ismét nagyon rövid idő alatt sínre kerültünk, aztán megint megoldás, aztán megint sínre kerültünk, és ez gyakorlatilag a fájdalmat, ami a gyógyulási szakaszra jellemző, állandóvá fogja tenni. Ugyanakkor biológiailag is hát súlyos elváltozások fognak történni. De mi történik a konfliktus aktív, és mi történik a megoldási szakaszban? Erről szól a harmadik biológiai természettörvény. Hammer doktor visszaásott az alapokig, és az egyedfejlődést, vagyis az embriológiát hívta segítségül, hogy megértse mindazokat a történéseket, amelyek szervi szinten megtörténnek a szervezetünkben. Abból az egyszerű tényből kiindulva, hogy sejtekből vagyunk fölépülve, amelyek működnek, teljesen világos, hogy a biológián két módon tud valamit is tenni a túléléséért, vagy a sejtekkel, vagy a működéssel fog variálni. A sejteket tudja felszaporítani, ugye akkor daganatról beszélünk, de tudja sorvasztani, ilyenkor fekélyesítésről, sorvasztásról beszélünk, és tudja még a működést is módosítani, ilyenkor tehát nem a sejtek számával, hanem a működés gátlásával foglalkozik. Természetesen, ha a konfliktus aktív szakaszban a sejtek szaporítását indította el a szervezetünk, akkor a megoldásban jön a fájdalom, a gyulladás és a sejtek, a felesleges sejteknek a lebontása. Ha pedig a sejteknek a sorvadásával indítottuk a programot, akkor a megoldási szakaszban jön a lesorvasztott sejteknek a visszaépítése.
Itt vannak olyan kivételes esetek, amikor a konfliktus aktív szakaszban jelentkezik a fájdalom. Ezeket rendszeresen az előadásokon, illetve a hétvégi képzéseken részletezem. És hogyha működésváltozás történt a konfliktus aktív szakaszban, akkor a működés helyre fog állni a megoldási szakaszban. Ez teljesen logikus, egyszerű, érthető, remélem mindenki számára. Ehhez semmilyen különleges tanulmányt nem kell végezni, hogy a biológiánk alapvető működéseit megértsük. Az, hogy konfliktus aktív és megoldási szakaszban melyik szövetünk mikor, hogy fog reagálni, az tehát Hammer doktor az embriológiából fejtette meg, vagyis a törzsfejlődést végignézte. Tudjuk mindannyian, hogy két sejtnek az egyesüléséből keletkezett minden sejtünk, minden szövetünk, de mielőtt a megtermékenyített petesejtből létrejött szedercsira állapot beágyazódott volna az anya mély nyálkahártyájába, az három csíra lemezé alakult át, amit itt sárga, aztán narancs és piros színnel jellemez Hammer doktor. Ez egy keresztmetszeti kép, akár azt is elképzelhetnénk, hogy három kis tányért egymásra teszünk, és ezeknek a keresztmetszeti képét látjuk itt. A színek tehát a csíralemezekből származó sejtekre vonatkozik. Minden, ami a sárga, vagyis a belső csíralemezből származó sejtünk, az a falat konfliktusnak a megoldásával fog foglalkozni egy életen keresztül. Ezeket a falat konfliktusokat az agytörzs vezérli, és itt nem csak a táplálék falatról van szó, amit itt ábrázoltunk, hanem itt szó van a levegőfalat és a vízfalat megszerzéséről, megtartásáról is, mert hogy a túlélésünkhöz vízre, levegőre és táplálékra van szükségünk. Ugyanakkor az agytörzs szabályozza a fényfalat és a hangfalatnak a megkapását is. Nagyon lényeges dolog, hogy itt mindig először a sejteket építjük a cél érdekébe, a megoldásban pedig lebontjuk. A középső narancssárga csíralemezből származó sejtjeinket két idegi központ is irányítja. A kisagy, és itt fölötte, amit láttunk, az a fehér állománynak nevezett agyi képlet, amiben természetesen reléket, szürke magvakat találunk. Nos, a kisagy a támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktusokat fogja megoldani számunkra. Mindig, amikor valamit támadásnak élünk meg, vagy valós támadásról is legyen szó, természetes a sejtek szaporodásával fogunk ismételten válaszolni, épp úgy, mint az előbbi belső csíralemez esetén, és ezt az írha, illetve függelékei fogják elvégezni. Tehát az írha sejtjeinek a szaporulatát a támadás bemocskoltsági konfliktus fogja beindítani, illetve a gondozási konfliktus esetén az írhához tartozó emlőmirigy szaporulat fogja ezt megoldani, hiszen a emlőmirigyeivel tejet termelünk, és akiért nagyon, de nagyon aggódunk hosszú ideig, az biológiailag úgy tudjuk megmenteni, ha tápláljuk, tehát beindítja a tejtermelő sejtjeinknek a szaporulatát, túlszaporodását a szervezetünk, legyen szó férfiről vagy nőről, ez egyaránt megtörténik. Ez az emlődaganatoknak az egyik oka, amit adenokarcinomának fognak szövettanilag tipizálni. A támadási konfliktusra a hártyáink is megvastagodnak, mint a hashártya, a mellhártya és a szívburok, és ezt még mindig a kisagy irányítja. A másik idegi központ, a fehér állomány a mozgással kapcsolatos konfliktusainkat oldja meg. És tudjuk, hogy a mozgás nem csak az élet megnyilvánulása, hanem egyben az élet záloga, mert akár áldozati állatról van szó, akár ragadozó állatról van szó, mindkettő túlélésében a mozgásnak elsőrangú szerepe van. Ha nem vagyok elég gyors, nem tudok elmenekülni, ha nem vagyok elég gyors, nem tudom utolérni. És ezért,
Ha nem vagyok elég gyors, ha nem jó, mondjam így, a futóművem, akkor ez egy önleértékelésként hat a biológiánkra, és ez sejtpusztítást indít el konfliktusaktív szakaszban, hol a mozgással kapcsolatos szerveinkben. Itt a csontrendszert látjuk ábrázolva, de nyilván, hogy a mozdulat véghezvitele a csontokon, ízületeken, izmokon, az izmokat ellátó ereken, osztóér, gyűjtőér, gyirokér és a plusz energiát biztosító zsírszöveten múlik. Tehát az említett szövetek lesznek azok, amelyek önleértékelés során sorvadnak fájdalommentesen, majd a megoldási szakaszban visszaépülnek fájdalommal. Az agykéreg az ektodermából származó sejtjeinket igazgatja, hogy így mondjam, plusz nyilván azokat a működéseket is elvégzi, amelyek nem a sejtekre hatnak, hanem működésváltozást fognak okozni. A sejtekre ható működése az agykéregnek hat a labhámra, a kültakaróra, a több rétegű elszarúsodott labhám az ektodermális eredetű külső csirralemezből származik, és mivel ez választ el minket a külvilágtól, természetes, hogy az elválasztási konfliktusok itt fognak konfliktus aktív szakaszban, tehát amíg a konfliktus tart, sejt sorvadást elindítani, amihez zsibbadás, érzéskiesés és egészen érzéketlenség is társulhat, neurodermitisnek fogják diagnosztizálni kezdetben, aztán az érzésnek a nagysága, erőssége és hossza fogja meghatározni, hogy milyen mélyen fog hatni a felhámnak a sejtjeibe, és hogy a programnak a kifutása, illetve ismétlődése pedig meghatároz egyéb bőrgyógyászati eltéréseket is. Ezeket szintén a weblapon már meg lehet nézni az előző előadások között. Az agykéreg egyéb lapos sejtekre is hat, nem csak a testünkön levő lapos hámsejtekre, hanem a testüregeink bélését képező egyes nyálkahártya sejtekre is, és ezeknek a sorvadásával az üregek tágulni fognak, és a rajtuk átáramló váladéknak így a mennyiségét lehet fokozni. Na mostan, ha váladékról beszélünk, de hát ha a légcsőt tágítjuk, akkor nyilván a rajta átáramló levegő mennyisége fog megnövekedni, és minden birtokféltési konfliktusnál ezt fogjuk tapasztalni például. Majd a megoldáskor ennek a nyálkahártyának a visszaképzése fogja okozni gyulladásos tünetek között a tüdőgyulladást. Az egyéb birtokkonfliktusokat is az agykéreg irányítja, nem csak birtokféltésről, hanem birtokvesztésről, birtokbosszankodásról, területkijelölésről, identitáskonfliktusról, rémületfélelemről és szexuális konfliktusokról is beszélünk, ezek mind a birtok zónákban foglalnak helyet. Az agykéreg végzi a szemből jövő támadásra való reakciót, ez a frontális támadás, illetve a múltból hátulról jövő támadásoknak a megoldását a látókéreggel, és nyilván az érzékszerveink is az agykéreg irányítása alatt vannak. Tehát ebbe nagyobb részletességgel most nem mennék bele. A lényeg az, hogy ezen a képen megint csak nagyon plasztikusan mindenki számára érthetővé válik, hogy a három csirralemezből alakult ki, tehát minden sejtünk, minden szövetünk, ezek egy életen át ugyanazt a programot töltik be, és nem vándorolnak egyik helyről a másikra, a prostatánkból a csontunkba, és az emlőből vissza a csontba, mert nem tudnak közben csirralemezt váltani, mert az már nem létezik, hiszen a csirralemezek eltűntek, épp úgy, mint a földbe vetett mag, amiből kinőtt a növény. A negyedik biológiai természettörvény pedig rávilágít arra, hogy hogyan függ össze a bennünk élő mikrobáknak a működése az egyes csirralemezekből származó szövetek működésével.
Ugye mondtam, hogy a belső csiralemeznél szövetet szaporítunk, majd a megoldásba lebontjuk. Nos, itt a lebontásban segítenek a bennünk élő gombák és mikobaktériumok, és ezeknek tehát fontos feladata lenne a szervezetünkben, ha nem írtanánk ki őket túlzott antibiotikum fogyasztással. Ugyancsak a felesleges sejteket a mikobaktériumok bontják le a régi mezodermánál, vagyis a kisagy által vezérelt sejtszaporodás esetén, így az emlődaganatnak is a lebontását ők végeznék el. Természetesen, hogy ez egy fájdalommal, gyulladással járó folyamat. Az új mezoderma, vagyis a fehér állomány által vezérelt és mozgásszervekben megnyilvánuló sejtlebontást a megoldási szakaszban baktériumok segítik a visszaépítésben, illetve az ektodermához, a külső csíralemezhez tartozó sejtjeinknek a visszaépítésében is a vírusok vesznek részt, tehát ha valakinek túlzásban van a humán papilloma vírusa, az azt jelenti, hogy elakadt az a bizonyos folyamat, amit ez a humán papilloma vírus meggyógyítana. És mivel hát mély nyak rák esetén mutatják ki ezt a vírust, ugye, akkor nyilvánvaló, hogy nem ő okozza a méhnyakrákot, hanem ő gyógyítaná a méhnyakrákot, ha a konfliktust leállítanánk, és a gyógyulás után el is tűnne. Tehát minden egészséges nőnek kimutatható a szervezetéből a humán papilloma vírus. Ennek ott a helye, ennek dolga van, nem a vírus ellen kell harcolni, hanem a féltékenységet kell megoldani egyszer s mindenkorra. És ugyanez a helyzet a hepatitis C vírussal is, ami a birtok bosszankodás következtében fog felszaporodni az epe kivezető csatornák visszaépítése miatt. És nem azért, és nem ő okozza a programot. Ez olyan dolog, mintha egy építkezésnél a kőműveseket kinevezném hibásoknak, mert az épület nem épül, és kiirtanánk a kőműveseket. Na hát az épület sose fog megépülni, ahova a megérkező kőműveseket sorba kiírjuk. Tehát amikor észrevesszük azt a logikai rendszert, amit Hammer doktor kidolgozott számunkra, akkor más szempontból megvizsgálva a helyzetet, más következtetéseket fogunk levonni, és másképp fogunk tenni. Természetesen, hogy a mesterségesen előállított mikrobákra a negyedik biológiai természettörvény nem vonatkozik, hiszen ez a bennünk élő baktériumokra, gombákra és vírusokra vonatkozik. Az ötödik törvény, az a quintesszencia megértés törvénye, teszi föl Hammer doktor munkájára, mondjam azt, a koronát, hiszen minden, ami a szervezetünkben történik, pontosan az embriológia fejlődés történet szempontjából értelmezhető, és ezért nevezi értelmes biológiai különprogramoknak. Tehát nem betegségekről beszél Hammer doktor. Mindennek értelme van, mégpedig a túlélés és a faj fenntartása. Csak hogy a meg nem oldott konfliktusok a sinek miatt újra meg újra elindítják a programot, és így lesznek a krónikus betegségek. A krónikus betegségek tehát nem Isten csapása, nem is a sors csapása, hanem a tudatlanságunk, illetve a konok ragaszkodásunk egy félelem alapú döntéshez. És ennek az lesz a következménye, hogy bizonyos szervi szintű elváltozások nem fognak megoldódni. Tehát az anyatermészet mindig jót akar nekünk, mindig a gyógyulásunkon dolgozik, csak ugye, ahogy azt mondani szoktam, kérdés, hogy értem vagy nem értem, mit tesz a biológiám, én értem. Nos, a nyirokereknek az említése a fehér állománynál került sorra, ugye osztóerek, gyűjtőerek, nyirokerek azok, amelyek szintén a mezodermából, az új mezodermából származnak, és ezeknek szerepük van a szervezetünkben. A sejt közötti térben kezdődnek ezek az erecskék, ilyen kesztyűszerű vaktasakként, és egy egyrétegű sejtfal építi fel, ezt endotél sejtnek nevezik, ez egy speciális hámsejt,
és látni fogjuk majd, hogy egyéb eltakarítandó, hát sejtek és sejtmaradványok. A nyirokkerek és nyirokcsomók, valamint a vénás rendszer kapcsolatban vannak egymással, hiszen a szövetek szintjén kilépett szövetnedv, vagy limfa, vagy nyirok, ez visszajut a vénás rendszerbe. A minden testtájéknak vagy és szervnek megvannak a maguk regionális nyirokcsomói, és ezek úgy vannak sorba kapcsolva, hogy a nyirokkeringést egyirányosítják, tehát csak a vénás rendszernek a legalacsonyabb nyomású pontja felé tudnak haladni, és ezt úgy hívjuk, hogy angulus venosus, vagyis az összeömlés, ahol két véna, a belső nyaki véna, illetve a kulcsontalatti véna találkozik. És ide ömlik be az a szövetnedv, ami tehát visszakerül a vérkeringésbe. A nyirok bejut a szövet közti folyadék, vagyis a víz, a benne oldott krisztaloidok, gázok, stb. Ezek mind bejutnak a nyirokerekbe, és itt vannak a nyirok sejtek is, a limfociták. Ugye a limfa az nyirkot jelent, limfocita azt jelenti, hogy nyirok sejt. Ezek a limfociták ezekben a nyirok szervekben aktiválódnak, mert ők különben a csontvelőben képződnek. És a nyiroknak a mennyisége attól függ, hogy éppen az adott szövet milyen állapotban van. Tehát az, hogy az adott szövethez tartozó területen, az adott nyirokcsomóhoz tartozó területen mi történik, meg fogja határozni a nyirok mennyiségét és minőségét, állagát is. A nyirokszervekhez a csecsemőmirigyet soroljuk, timusz vagy csecsemőmirigy, és ugye szóltam a nyirokerekről, illetve a nyirokcsomókról, amelyek a nyiroknak a keringésében részt vesznek, illetve elvégeznek olyan feladatokat, amelyek az adott szerv működéséhez kapcsolódik. Természetesen, hogy a tápcsatorna és a belek nyiroktűzői azokkal az anyagokkal lesznek elfoglalva, amelyeket a tápcsatorna megemészt és fölszív. Ide sorolják hivatalosan a mandulákat és a féregnyúlványt is, de ne felejtsük el, hogy a manduláknak a táplálék megszerzésében van fő szerepe, a féregnyúlvány pedig egy elcsökevényesedett bélszakasz, ami azért elcsökevényesedett, mert nem vagyunk növényevők. A növényevőknek ez a része, ez pontosan ugyanolyan hosszú, mint az előző vékony bélszakaszuk, de az ember főtételre szokott át, és ezért erre a bélszakaszra már nem volt szükség. Természetesen, hogy koncentráltan a nyiroktűzők ott jelen vannak, és részt fognak venni a B-limfocitáknak az aktiválásába, de azon túl nem nevezhető fontosabb nyirokszervnek, mint bármi más nyirokcsomó a szervezetünkben. Tehát embriológiailag mind a mandulák, mind a féregnyúlvány endodermális származásúak, és mint ilyen a tápcsatornához tartoznak. De minden bélbohójban is vannak nyirokerek, és ezekből a nyirokerekből a beleket körülvevő nyirokcsomóba fog a limfa, a nyirok, illetve szövet közötti nedv áramolni. Ide tartozik még a nyirokereken kívül a lép is, ami a vérkeringésbe iktatott szűrő, a nyirokcsomók pedig a nyirokkeringésbe iktatott szűrőként működnek. A normális körülmények között tehát nagyon kevés a nyirok váladéka, ami termelődik, de nyilván, hogy gyulladásos állapotban fehérjék fognak bejutni a sejt közötti térben, elvégzik a dolgukat
a különböző hát védelmi rendszerhez tartozó sejtek, és hát a szövet törmeléket, mint kolloidális anyagot a nyirokrendszer fogja tovább szállítani, illetve feldolgozni, mert a nyirokrendszernek nem csak a gyulladásos sejteknek a feldolgozása a feladata, hanem a daganatos, lebontott daganatos sejteknek is a lebontása a feladata. Most szóltam, hogy védekező rendszerben van szerepe. Ugye immunrendszerről mindenki hallott, de mint ilyet az immunrendszert nem fogjuk kiboncolni egyetlen anatómiai gyakorlaton sem, viszont tudnunk kell, hogy egy olyan működésről van szó, ami a szervezetünknek a védelmi rendszere, ami arról szól, hogy kétfajta védekezés is van, az egyik ugye a humorális, a másik a celluláris védelem, és ez a limfocitákhoz, a nyirok-sejtekhez kötött. Lássuk, hogy miről is szól ez az egész történet. Először képben szeretném valahogyan megjeleníteni, hogy mi az, hogy nyirokrendszer. A jobb oldali képen láthatók még a végtagoknak is a nyirokrendszerei ábrázolva, és mint tudjuk, ugye a lágyék szakaszon, a könyökhajlatban, a hónajban, ezekről mindenki tud, hogy vagy a nyaki szakaszon nagyobb számú nyirokcsomót találunk. De ne feledjük, hogy a bél, a beleket övező nyirokrendszer is nagyon gazdag, hiszen itt a felszívott táplálékot egy része ugye a nyirokkeringéssel megy tovább, és még itt van az egész mellkasi nyirokrendszerünk is. A legújabb kutatások szerint kimutatták, hogy még az idegrendszerben, az ideg szövetben is van nyirok-sejt. Nekünk még ezt nem tanították, de most olvastam nemrég egy orvosi cikkben, hogy nagy rácsodálkozás volt, hogy a idegsejtek között is kimutattak nyirokereket, és bár úgy tanították nekünk, csak zárójelben jegyzem meg, hogy az idegsejtek nem osztódnak, kiderült, hogy azok is osztódnak, igaz, hogy lassabban, mint a többi sejtünk, de azok is osztódnak. Tehát megpróbáltam egy képet adni arról, hogy tudjuk elképzelni, hogy mi az, hogy nyirokrendszer. Na most a nyirok-sejtek, ugye, azok limfocita néven futnak. Ezek mondtam, hogy a csontvelőben képződnek, de az ősejtből, épp úgy, mint a vérben keringő összes alakos elem. A limfociták, mint ilyen, a fehérvérsejtek csoportjába tartozik. Vannak még a vörösvértestek, és ugye vannak a vérlemezkék vagy trombociták, ezek mind a csontvelőben, a vörös csontvelőben képződnek egy életen keresztül. De ezek a csontvelőben legyártott limfociták, ezek két helyen lesznek aktivizálva. A B sejtek a tápcsatornának a nyirokrendszerében fognak megérni, és ők a sejtellenes immunválaszt, a celluláris immunválaszt fogják megoldani a szervezetünkben, a tímuszban, illetve vagyis csecsemőmirigyben pedig a T sejtek fognak megérni, és ezek viszont a humorális immunválaszban fognak segíteni. Itt táblázatban összefoglaltam a különböző limfocitákat és feladataikat. Látjuk ezeket a természetes ölősejteket, NK sejtek. Ezek a daganatos és fertőzött sejteknek a feloldásában vesznek részt. És nézzük csak, hogy alul a citotoxikus T-sejtek is ugyanezt csinálják. Vagyis nem csak a fertőzések során keletkező sejteket bontja le a nyirokrendszerünk, hanem a daganatos sejtek, a lebontott daganatos sejteket is feldolgozzuk. Ugye akkor rögtön tevődik fel a kérdés, hogy az egyiket miért nevezzük jó indulatúnak, és a másikat miért nevezzük rossz indulatúnak. Mert
Mert a jelenlegi helyzet így néz ki, hogy amikor fertőzött sejteket bontunk le, akár a természetes ölősejtekkel, akár a citotoxikus sejtekkel, akkor nincsen semmi baj, elvágtam az ujjamat, megy fel a piros csík, megduzzad a nyirokcsomó, rendben van. Begyulladt a mandulám, a nyirokcsomó mellette begyullad, milyen érdekes, ugye? Akkor az rendben van. Tehát, hogyha a mandula egy nyirokszerv lenne csak, akkor nem kéne mellette még egy nyirokcsomó újra begyulladjon, meg kéne tudja, hogy oldania ő egymagában azt a feladatot, ami egy nyirok csomónak a feladata. Ebből is következik, hogy a mandulákat a nyirokszervek közé besorolni, hát egy eléggé megerőszakolt megközelítés, de ez gyakorlatilag elméleti kérdés, a lényeg, hogy milyen sejtünk milyen feladatot lát el, és honnan származik. És ennek alapján kell a dolgokat megérteni és osztályozni. Tehát ha valakinek egy begyulladt foga van, vagy mandula gyulladása van, és begyulladnak a nyirokcsomói, akkor az nem probléma, mert van fertőző forrás. Viszont, hogyha a hónagyban találunk egy nyirokcsomót, és nem találunk gyulladásos tünetet, akkor azt már mindjárt kinevezzük rossz indulatúnak. Bocsánat. Szóval vannak még itt egyéb sejtek, ugye ezek a segítő sejtek, amelyek olyan növekedési faktorokat termelnek, amelyek a többi limfocitának a szabályozásában vesznek részt, illetve itt vannak a B-limfociták, amelyek az antitestek termelésében vesznek részt. Itt egy elektronmikroszkópos képet hoztam egy limfocitáról, hogy legyen elképzelésünk róla, hogy egyáltalán hogy is néznek ki ezek a különböző sejtek. Most ugye a csecsemő mirigy egy nagyon érdekes része a szervezetünknek. Láthatjuk, hogy csecsemőkorban, ugye gyerekkorban még milyen mérete van, és aztán későbben, amikor már felnövünk, mennyire összezsugorodik. Ez még mindig kutatástárgyát képezi. Itt nagyon sok megválaszolatlan kérdés van, sok mindent kimutattak, mindenféle sejteket, feladatukat, még nem igen sikerült tisztázni, de amit eddig tudunk róla, az, hogy a csontvelőből származó, tehát T-limfociták ide érkeznek, és itt fognak átmenni, mondjam azt, az érettségén. Úgy néz ki, hogy 99%-uk megbukik, mert ugye ezeknek a sejteknek fel kell ismerniük először is a saját sejtjeinket, hogy azt ne támadja meg, és fel kell ismernie azt, ami nem a sajátunk, hogy azt viszont megtámadják. Na itt van ez a két dolog, az, amit úgy hívjuk, hogy pozitív kiválasztódás, meg negatív kiválasztódás, és csak azok a sejtek kerülhetnek a keringésbe vissza, amelyek mind a két vizsgán átmentek. A részleteket ezen a weblapon lehet még olvasni, de mondom, még nem tudunk róla mindent, amit tudnunk kéne, ez még további alapkutatás feladata lenne, csak mivel szerintem a csecsemő mirigyre ható gyógyszereket még nem fedeztek fel, ezért a csecsemő mirigyel kapcsolatos kutatások sem dübörögnek nagy sebességgel. A nyirokrendszer tehát a keringésben vesz részt, épp úgy, mint az osztóerünk és a gyűjtőerünk, és új mezodermális eredetű, tehát a fehérállomány irányítása alatt van, középső csirolemezből származik. Tehát három rétegű a fala, mint a vénák szerkezete, működése csak az egyirányú nyirokáramlást engedi meg, és jön két dolog, ami hat rá. Ugye az önleértékelés, az önpusztítást tudjuk, tehát ezzel a nyirok erek szerkezetét is szét tudjuk szedni az önleértékeléssel, és természetesen, hogy az adott testtájékra vonatkozó lelki tartalom fog hatni a nyirokereknek a szerkezetére is. Ugyanakkor a túlterhelés is jellemző a nyirokrendszerre, pontosan akkor, amikor egy nagyméretű daganatot kell elbontani,
és hát ebből adódóan egy kicsit mondjam, túlterhelt lesz, és megnövekedik, és ilyenkor ugye átétekről beszél a mai medicina. Na most az önleértékelés megoldásakor a nyirokcsomók is nagyobbak lesznek, mint minden, ami az új mezodermához tartozik, hisz a biológiai értelem az új mezodermához tartozó sejteknél az, hogy amit visszaépítek, az nagyobb legyen, erősebb legyen, jobb legyen, mint amit lebontottam. Ez az előbb is említettem, hogy mivel itt fertőzést nem mutatnak ki, és találunk a nyakon egy megnagyobbodott nyirokcsomót, azt a Hodgkin limfomának fogják elnevezni, és persze mutatnak benne arra jellemző nagy sejteket, de ez semmi kórosat nem jelent, ez teljesen természetes dolog, nem kéne piszkálni, és az embereknek nem lenne ebből semmi bajuk. Főleg, hogyha nem címkéznénk rossz indulatúnak, és nem indítanánk el az emberekben egy halálfélelmi konfliktust, ami aztán tüdőszövet szaporulatot okoz. És azt, ezt már természetesen szóródásnak vagy átétnek fogják nevezni. A túlterhelés során mindig a környéki nyomok, nyirokcsomóban tehát úgynevezett áttétek fognak, úgynevezett idézőjelbe tett áttétekről beszélünk, amikor is csak arról van szó, hogy a gyógyulási szakaszban van az a szervünk, vagy az a részünk, amelyből a limfa, a szövetnedv, ha ehhezekhez a csomókhoz érkezik. A fájdalmas akkor lesz például, ha egy tájunknak a ürülési vonalában fekszik, mindenki, aki már megélte, hogy megy föl a piros csík a karján vagy a lábán, ugye az a nyirokérgyulladás, a limfangitis, annak a végén a nyirokcsomó is fájdalmas volt és nyomásérzékeny volt. Ezt mindenki ismeri, természetes, ez nem rossz indulatú, de ha nincsen fájdalom, csak megnőtt a nyirokcsomó hű, akkor azt már kérem szépen rossz indulatúnak nevezzük el, mert nem fáj. Szóval érdekes. Hoztam egy képet még, csak emlékeztetőül, kedves hölgyeim, hogy mindent, amit lebontunk, tehát a mell daganat lebontásakor, a tejtermelő sejtjeink lebontásakor, minden a környéki nyirokcsomóba fog kerülni. Ezeket szantinel csomóknak fogják nevezni, tehát őrszemeknek. Hát persze, hogy őrszemek, hisz ide fog elszállítódni minden, amit lebontunk a mellnek az állományába, és természetes, hogy a megfelelő nyirokcsomókban a kitapintható duzzanat lesz. De ez nem áttétet jelent, hanem azt, hogy elkezdtem lebontani, tehát gyógyulok. Ugyanilyen nyirokcsomókat a hasüregben is fogunk találni, a hasüregi szervek, mondjuk a máj felesleges sejtjének a lebontásáról van szó gyógyulási szakaszban. A nyaki szakasz, tudjuk jól, hogy az igazságról és igazságtalanságról szól, tehát abban az esetben, amikor a konfliktus tartalom arról szól, hogy hát nem adtak igazat nekem, és ezért érzem magamat, hát hogy is mondjam, rosszul és leírva, akkor konfliktus aktív szakaszban elkezdődik a nyaki nyirokcsomóknak a lebontása, majd a megoldási szakaszban ezeknek a visszaépítése. A visszaépítés során nagyobb lesz, mint volt. És természetes, hogy látszani fog a duzzanat a nyakunkon, vagy éppenséggel állkapocsalat, mert olyan is előfordul, hogy az állkapocsalatti nyirokcsomók fognak megduzzadni, és itt óriás, típusos, többmagú, jól felismerhető daganatos sejteket, Hodgkin sejteket mutatnak ki a vizsgálat sor során, és hát a leírójáról, ezeknek a sejteknek a leírójáról, hát Hodgkin kórnak nevezték el ezt a fajta, mondjam azt, hogy nyirokcsomó gyógyulást. És gyakorlatilag semmit nem kellene vele tenni, hiszen azok a lyukak telnek föl, amelyek a konfliktus aktív fázisban képződtek fájdalmatlanul, itt pedig vissza fognak épülni. Természetes, ha a magányosság
meg nem értettség, létezés konfliktus is megéri a beteg, akkor ezek a nyirokcsomók egyre nagyobbak és nagyobbak, egyre duzzadtabbak lesznek. Ennyiről szól az egész Hodgkin-kór, de abban az esetben, amikor nem tudják kimutatni ezeket a sejteket, ugye, akkor azt mondják, hogy a daganatossá vált nyiroksejtek nem tartották meg a nyirokcsomó szövettani szerkezetét. Hát kérem szépen, ez hatalmas melléfogás, hiszen a non-Hodgkin limfómának nevezett kórképben nincs is szó nyirokcsomóról. Itt a kopoltyú hasadéknak a labhám sejtjeiről van szó. Ezek a labhámsejtek sorvadnak a konfliktus aktív szakaszba, ez ektodermális eredetű, és a konfliktus tartalom itt valami jövőből jövő félelem, frontális félelem. Félek attól, hogy tehát tehetetlenül állok, és keresem a megoldást, de valahogy úgy érzem, hogy nem tudom, nem tudok kilépni a szemből érkező veszéllyel szemben. Na most ez a szemből érkező veszélyhez fogalmazhatnék úgy is, hogy határidő. Ne feledjük, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió között, tehát a valóság képen fogjuk megélni azt is, amit álmodunk, vagy egy illuzórikus dolgot, ami nincs itt, mert minden, ami a jövőben van, az még nem valóság, az egyetlen valóság a pillanat, amit megélünk. Az, amit elképzelek, is konfliktusként hathat rám. Az is konfliktusként hathat rám, amit elképzelek, mert és amit elképzelek, hogy megtörténhet, vagy nem történik meg a jövőben, tehát ez mindegy jövőre kivetített félelem, mert félelemről van szó, ez mind a kopoltyú hasadéknak a labhámjait fogja a konfliktus aktív szakaszban sorvasztani, és a megoldási szakaszban folyadékáramlást fogunk megtapasztalni az exudatív fázisban, majd az epileptoid krízis után a folyadék eltűnik, és az egész dolog, mondjam úgy, hogy magától meggyógyul. Tehát itt nem limfomáról van szó, hanem egyszer vagy nem egy eltűnt nyirokcsomóról, hanem arról van szó, hogy egy ősi, már használaton kívül lévő részünk lett aktiválva egy frontális félelem miatt. Azért mondom a határidőt, mert ilyen történettel volt először dolgom, amikor non-Hodgkin limfómával találkoztam. Egy egyszerű, kétkezű munkásember Szovjetunióban dolgozott, és várta a papírokat, hogy megérkezzen, hogy be tudja adni a nyugdíjazás véget. Tehát az volt a konfliktusa, hogy kivéthetetlenül jön, érkezik napról napra, közeledik a határidő, és nem tudom leadni a megfelelő papírokat. Most, amikor találkoztam vele, már megoldási szakaszban volt, és csak annyit mondtam, hogy nyugodjon meg, mert tudom, hogy most nagyon nehezen veszi a levegőt, mert ez a folyadékkal teli, mondjam úgy, hogy tasak, egészen a mediastinumig, a gátor üregig benyúlik, és nehezíti a légzését és a szívverését, de ha megérti, hogy ennek van vége, és heteken belül befejeződik a program, és ugyanúgy fog szuszogni, mint eddig, ha nem gyárt magának újabb félelmet, meggyógyul. Most maradt még a lépnekrózisnak a tisztázása. Ugye a lép is az új mezodermából származik, és itt, mivel a vér útjában levő szűrőről beszélünk, természetesen, hogy vérrel kapcsolatos kell legyen maga a konfliktus, és milyen konfliktus lehet a vérrel kapcsolatosan, más, mint a vérzés. Tehát az az önleértékelés, amit vérhez asszociálunk, ez mindig a lépet fogja érinteni. És a vérzésnek a jelenlétét a nagy jótevő szándékunkkal a biológiánk nem fogja felülírni. Ez reflexzerűen, amikor a vérzést látjuk, a saját vérünknek az elfolyását,
akár véradás kapcsán is. Ez a konfliktus fogja elindítani a konfliktus aktív szakaszban a lépnek a sorvadását, megoldási szakaszban pedig annak visszaépítését. És ha ezt többször végigcsináljuk, akkor ebből lesz egy megnövekedett lép és splenomegália. A konfliktus aktív szakaszban a lépnek a sorvadása megakadályozza azt, hogy létrejöjjön egy nagyon komoly trombózis a szervezetünkben, és ugyanakkor a trombocitopéniával, vagyis a trombocita számnak a csökkentésével. Ugyanis a trombociták, a vérlemezkék a vérzés helyén lecsapódnak, összetömörülnek, és létrehozzák azt a bizonyos dugót, idézőjelbe, ami ahhoz kell, hogy a vérzés leálljon. A megoldási szakaszban pedig a lépnek a visszaépülése történik meg, és mint mondtam, a konfliktus mindig vérrel kapcsolatos történet. Vegyük ezt úgy, mint egy reflexet. Valahányszor valakinek megütik a tért kalácsa alatt az inat, mindig rugni fog egyet a lábával. Akár akar, akár nem akar. Tehát itt akár akarunk, akár nem akarunk, a saját vérünk elfolyásának a látán beindítjuk a lépnek a nekrózisát, vagyis a lépnek a sorvadását, és a megoldásban a lép szöveteinek a visszaépítését. A masszívabb akkor lesz ez a, tehát erőteljesebb ez a lép megnagyobbodás, hogyha még hozzájön a magányosság, létezés, konfliktus természetesen, és a biológiai értelem mindkét esetben megnyilvánul kivételesen, mind a konfliktus aktív, mind pedig a megoldási szakaszban. Amit még el szeretnék mondani, ugye az az ödéma fogalma, vagyis a folyadékgyülem, a pangás. Mert tudunk ödémáról beszélni, vízgyülemről, akkor is, ha azt mondják, hogy szívelégtelensége van a betegnek, meg visszerei vannak, meg nyiroködémája van. Nos, tisztázzunk egy dolgot, az emberek a veséjükkel pisilnek, és nem a szívükkel. Nyilvánvaló, hogy a szívelégtelenség, mint kérdés, akkor jön szóba, amikor a szisztolés nyomás nem éri el a vese filtrációs nyomását. Tehát, hogyha nincs akkora nyomás, hogy a vese meg tudja szűrni a vizeletet, akkor baj van, de akkor már nem ez lesz az elsődleges tünet, hogy valakinek dagad a lába, hanem ott már ájulás fog föllépni. Tehát a víznek az oka, az elsődleges vízgyülemnek az oka, az mindig a magányosság, a létezés konfliktus, az elhagyatottság, a meg nem értettség, ami vesegyűjtő szindrómához vezet. Ez azt jelenti, hogy a vese csatorna, az a vékony hellekacs, az sejtszaporulattal eldugul azért, hogy a víz bent maradjon. Ez egy ősi túlélő program, ami a halaknak a túlélését okozta, de mi már nem vagyunk halak, viszont minden túlélő programot a biológia továbbad. És ezért a magányosság érzése már elegendő ahhoz, hogy a vizet a szervezetünk visszatartsa. Nyilván ott fogja visszatartani, és ez a vízgyűlem ott fog megmutatkozni, ahol folyik egy biológiai program. Ha béklyókonfliktust élek meg, akkor viszerek nélkül, tehát kiduzzadó viszerek nélkül is már az egyik lábunk vastagabb lesz, mint a másik. Láttam, találkoztam ilyen betegekkel, és akkor még nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy csak az egyik lába dagad a betegnek, a másik nem. Vagy egyik bokája duzzadtabb, mint a másik, és ugye nem volt eltörve. Ennek a vízzel teli, hát vízzel, vízgyülemnek a tapintata tészta tapintatú lesz, és ez az új benyomatot megtartja. Ez amikor a hasüregbe gyűl fel,
akkor aszitesznek, hasüri folyadékgyülemnek nevezzük, de ha a májsejteknek a megoldása zajlik, és ott gyűl össze a víz, akkor hepatomegáliát, máj megnagyobbodást fogunk tapasztalni. Ugyanígy a mellhártya üregeknek a vízgyülemét is vizes mellhártya gyulladásnak fogjuk nevezni. És ne feledjük, hogy az agyi reléknek a környezetében is begyülemlik a víz, és igen ijesztő képet fog okozni, úgynevezett agydaganatot, ami fokozza természetesen az agyi nyomást, a fejfájást, és még a középvonalat is képes félrenyomni. A másik oka a folyadékgyülemnek, amikor az artériák, vénák vagy nyirokerek fala tönkre ment egy önleértékelési konfliktus miatt. Tehát itt nem vesegyűjtő szindrómáról beszélek. Na most mindegyik más és más tünetet okoz, mert ugye ha az artériák falát lebontom, visszaépítem, egy életen keresztül, az adott artéria szakaszon mindig lesz egy szövet szaporulat, ami ér szükülethez, osztóér elzáródáshoz, szükülethez vezetés. Hát ugye tudjuk, hogy ez a végtag üszkösödését fogja okozni. Viszont ha a vénákat fogom bontani, építeni, a vénafal szerkezetének az átalakulása miatt létrejön a megfelelő helyen a vénáknak a kitágulása, és ugye a vénák fala vékonyabb, mint az artériáknak a fala, és ezt fogjuk visszereknek nevezni. Ha ezt nagyon sokáig folytatjuk, akkor eljuthatunk egészen a lábszárfekéig, és ez már egy következmény, ami a hidrosztatikus nyomás emelkedését okozza, és pontosan hát ez lesz az, ami a víznek az ott maradását fogja létrehozni. Ilyenkor kemény tapintatú duzzanatot fogunk tapasztalni, és ugyanez a helyzet a nyirokerek falának a tönkretételével is, mert ilyenkor nyirokpangás lép föl, és hát ennek a megoldása, hogy úgy mondjam, még nem egészen kidolgozott. Itt a nyirokereknek a műtétéről nem beszélhetünk, mert nem olyan könnyen megtalálhatók és felszámolhatók, hogy így mondjam, mint a vénák vagy az artériák. Tehát itt egy egészen speciális helyzet van, amikor nyirokerekről beszélünk, viszont a nyirok csomóknak a felesleges kivétele másodlagosan nyirokpangást hoz a páciensekbe, és akkor, ha valakinek a hónai nyirokcsomóiból 17-et kiszedtek, akkor ne csodálkozzon, ha a hozzátartozó végtagjában megjelenik a nyirok keringésnek az elégtelensége és a limfödéma. Szóval ezek lettek volna azok a kérdések, amelyeket mindenképpen tisztázni szerettem volna, és én azt hiszem, hogy lesz bőven ezzel kapcsolatban kérdés, és várom mindenkinek a kérdését, de még van egy tisztázandó képünk, amit nem véletlenül tettem itt a végére. Csupán a megértés kedvéért szeretném részletezni, ugye az előbb már beszéltem arról, hogy a filtráció és a diffúzió határozzák meg azt, hogy szöveti szinten mi történik. Itt a filtrációnak, a szűrésnek látjuk az ábráját. Az artériolák végénél létrejön a kapilláris hálózat. Tehát az osztó erecské további hajszál erecskékre osztódik, majd ezek mikor összeadódnak, létrejön a kicsi véna, és azokból az egyre nagyobb és nagyobb véna. A szöveti szinten mi történik? A nyomás még itt az artériák végénél sokkal nagyobb, mint itt a vénáknak a végénél, tehát a nagy nyomású hely felől a kis nyomású hely felé fognak áramolni, filtrálódni a folyadékok is, ami benne van, így bekerül a szöveti
a szövet nedve. És innen indul ki a limfa, a nyirokérnek a keletkezése, és a nyirokér fogja kivezetni azokat az elemeket, amelyeket végül is már nem tud a vénás rendszer magával tovább vinni. Ez a szövet közti folyadék a vénás rendszeren belép a vénák üvegébe, viszont a kolloidális részecskék, a fehérjék, a sejttörmelékek, mint ilyen, ezek mind a nyirokerek útján fognak tovább jutni. Ne feledjük el, hogy amikor egy mély sebről van szó, és oda a dréncsövet tesznek, akkor a dréncsővel pont azt segítjük, hogy a sejttörmeléket kifelé vezessük, és ezáltal nem lesznek túlterhelve pontosan a nyirokerek és a nyirok csomóink. Tehát ezt még szerettem volna a végén a megértés miatt bemutatni.